Ismét a helyes, vagyis a győzelem útjára lépett a Fehérvár KC. Vasárnap a Veszprémet fogadták Szikoráék, akik az első percektől fogva koncentráltan és jól kézilabdáztak, ezúttal Trissú Krisztina nélkül, aki a Fradi elleni kézsérülése miatt elővigyázatosságból hagyta ki a találkozót. Jó első félidei hajrájának köszönhetően a szünetre 4 gólos előnyt épített ki a szinte végigvezető FKC, a második 30 perc elején pedig erre is rádobtak még 2 tilingerék, de a Veszprém nem adta fel, és Planéta vezetésével egy 7-0-ás sorozatot produkálva a 43. percben már náluk volt az előny. Planéta ugyan megnyerte tilingerrel szemben a gólpárbajt 12-10-re, de a végén mégis a fehérvárja körülhettek, hiszen gyorsan visszavették a vezetést, amit a későbbiekben már nem engedtek ki a kezükből. Fehérvár Veszprém 28-25, ezzel az FKC megelőzte vasárnapi riválisát a tabellán és fellépett a 6. helyre. Nagyon jól harcoltunk ma, bár egy kicsit hullámzó volt a meccs maga és a teljesítményünk is. Nem adtuk fel azonban egy percre sem, kemény munkát végeztünk ma az egész meccsen. Nagyon jó, hogy a BS elleni vereség után nem kellett a lányok lelkét ápolgatni. Jól dolgoztak egész héten, csapatként is, egyénileg is. Szóval ilyen szempontból nem nagyon kellett velük foglalkozni. Az utóbbi napokban éreztem rajtuk a nagyon nagy győzni akarást. Úgy gondoltuk, hogy meg kell mutatnunk magunknak is, és természetesen a közönségnek is, hogy mi jobbak vagyunk annál a mutatott játéknál, és úgy érzem, hogy ez most teljesen összeállt, sikerült, ezért vagyunk boldogok. Így sokkal könnyebb. Igazából az eredmény alakulása miatt nem vagyok boldog, hanem az ész nélküli játék miatt. Tehát mi megpróbáltunk megfelelően fölkészülni, bár vannak gondjaink, de hát az ellenfélnek is voltak, hiszen Trissú Krisztina nem tudott pályára lépni, és ez azt gondolom egy olyan lehetőséget adott, hogy ha élünk vele, akkor meg tudtuk volna szerezni a 2 pontot. Esetlenül játszottunk, kapus teljesítmény nélkül, így nem lehet mérkőzést nyerni idegenbe. Szerdán újabb nehéz feladat vár a fehérvári kézilabdás hölgyekre. A Fradi otthonába látogatnak ismét a múlt heti kupa meccs után, immár a bajnokságban méri össze tudását a két gárda. Haza se kellett volna jönnünk, keresnünk kellett volna egy szállást Pesten. Na, komolyra fordítva a szót, hát ugye holnap már edzünk, készülünk rájuk. Ugye a Fradi meg a Győr az a csapat, akit hazai pályán főleg nem olyan egyszerű, de szeretnénk megnehezíteni a dolgokat és egy jó felkészüléssel szolgálni a BL meccsükre. Az NB1 alapszakaszából még 7 forduló van hátra. Ezekből 5 találkozón van reális győzelmi esélye az FKC-nak. Ha ezeket hozza, odaérhet a középmezőny elejére, vagyis a 4.-5. helyre.